7,5 perccel 12 óra után a gazdaélet kezdődik a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazdaélet. Jó napot kívánunk! A Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Dobos Levente Szilveszter és Sármási Bocskai János. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából. Hamarosan gazdahíreket mondunk. Az etelaki közbirtokosság kiveszi részét a közösség életszínvonalának javításában. Ha sikerül az uniós szintet elérni, lesz jövője a településnek. Erős Józsefet, a közbirtokosság ügyvezetőjét kérdezzük. Nagy része a területeknek megvan, tehát vissza sikerült szerezni, viszont közel 300 hektár erdőterület van olyan, amit nem sikerült visszaszerezzen a közbirtokosság. Majd a június közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Szabó Juliánna, madéfalvi hagymatermesztő, minden évben díjakkal tér haza a hagymafesztiválról. Vele beszélgetünk. Hát a tavaly 5 aron termeltem, most az idén kb. 2 csak. Nem keresik, nem. Nincsen értéke most ma. A Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem ősztől agrármérnöki szakot indít Sepsiszentgyörgyön alapképzés formájában 30 fős beiskolázási számmal. Dr. Nyárádi Imre István adjunktust kérdezzük. A JADASZAK-a is egy dosszié alapú vizsga van. Ezeket az összeállított iratcsomokat július 13 és 18 közötti időszakban lehet letenni, szombaton is, reggel 9 óra és délután 4 óra között. 3/4 után lesz nyereményjáték, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk. A nagyfokú érdeklődés miatt országos szinten kitolták a mezőgazdasági támogatásokra leadandó kérvények benyújtásának határidejét. Eredetileg ez május vége volt, aztán június 15-ére, majd július 10-ére módosították azt. A tegnap óta viszont napi 1%-os levonással számolhat az, aki ezután adja le iratait. Maros megyében eddig a bejegyzett 30 ezer gazdának kétharmada élt ezzel a lehetőséggel. Csíkszeredában kora reggeltől késő estig dolgoznak az egységes mezőgazdasági támogatás kérelmek összeállítása érdekében. A Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség és a települések önkormányzatainak munkatársai. A gazdák órákat, napokat állnak sorba a két hivatalnál, hogy a szükséges iratok megszerzése után leadhassák igénylésüket. Hargita megyében eddig a gazdáknak több mint felétől tudták átvenni a támogatási igénylést. Változott a terület alapú támogatással kapcsolatos törvénykezés néhány nappal az igénylések benyújtási határidejének lejárta előtt. Eszerint azok a legelő tulajdonosok is jogosultak a támogatásra, akik nem tartanak állatot. Nekik évente legalább egyszer bizonyítaniuk kell majd, hogy a területen mezőgazdasági tevékenységet végeznek, és értékesítik az onnan begyűjtött szénát. A gazdálkodók tegnapig, június 15-éig adhatták le kéréseiket a támogatásra, ezt követően még 25 napig lehetőségük van benyújtani igénylésüket, de minden késedelmi napért levonnak 1%-ot abból a pénzösszegből, amire jogosultak. Elkészült az Agroszik Egyesület által rendelt és a háromszéki gazdák igényei alapján kidolgozott megyei öntözési terv. Idén már vízügyi engedélyek birtokában locsolhatják földjeiket a projektben résztvevő gazdák. 33 gazda összesen 1240 hektár területre igényelte, hogy felszíni vizekből szeretné öntözni földjeit.
Legtöbben Kézdivásárhely, Csernáton környékén gazdálkodnak, de vannak zabolai, maksai, sepsiszentgyörgyi és íjefalvi gazdák is. A tervezésnél figyelembe vették a felszíni vizek hozamát, így a gazdák egy program szerint használhatják az öntöző berendezéseket annak érdekében, hogy a folyóvizek alsó szakaszain is elegendő vízmennyiség maradjon. A mobil öntözőrendszerek kialakítása már a gazdákat terheli, de sokan már rendelkeznek ilyen felszerelésekkel, csak azok használata nincs hivatalosítva. Csökkent a parlagon hagyott területek nagysága Maros megyében. Jelenleg a megye mezőgazdasági területeinek 10%-a nincs megművelve, ami több mint 23 ezer hektárt jelent. 4 évvel ezelőtt még 30 ezer hektár parlagon hagyott terület volt a megyében. A földek többnyire azért maradnak megmunkálatlanul, mert a tulajdonosok idősek vagy külföldön tartózkodnak. 15%-kal is növekedhet július végéig a húsfogyasztás. Több húst fogyasztanak a romániaiak az áfa csökkentés óta, állítják a szakmabeliek. Vladimir Mönösztiriánó, a Romániai Hústermelők Egyesületének vezérigazgatója szerint eddig Románia utolsó helyen állt Európában a húsfogyasztást illetően, egy személy évente 58 kg hústerméket fogyaszt az országban. A román termékek népszerűsítésére egy ügynökség létrehozását tervezi a mezőgazdasági minisztérium, amely támogatni fogja a termelők hozzáférését a helyi és a külföldi piacokhoz egyaránt, jelentette be Daniel Konstantin mezőgazdasági miniszter. Az új struktúrát a köz- és a magánszféra partnerségével alakítják ki. Igaz, hogy ez a köz- és magánszférai partnerség jelenleg nem működik pont úgy, ahogy szeretnénk, de bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban sikerül meghoznunk azokat a törvénymódosításokat, melyek nyomán működésképessé válik, mondta Daniel Konstantin. Úgynevezett erdőőrségek létrehozásával akar gátat szabni a kormány az erdőirtásoknak, amit hivatalosan is a nemzetbiztonsági kockázatok közé soroltak. A Környezetvédelmi Minisztérium sürgősségi kormányrendeletet dolgozott ki, amelynek értelmében 9 regionális erdőőrséget alapítanak. A tervek szerint az új egységnek 926 alkalmazottja lesz, a hatóság működtetése pedig mintegy 500 millió lejes pluszköltséget jelent az államnak 2015-ben. Az erdőőrség létrehozását azzal indokolták, hogy évente Romániában 8,8 millió köbméter fát vágnak ki törvénytelenül, ez pedig az országban kitermelt fa mennyiség egyharmadát jelenti. A WWF Románia a hétvégén 14 félszabadon élő bölényt engedett szabadon a Szárkőhegységben, ahol egy 59 ezer hektáros Natura 2000-es besorolású védett területet lakhatnak be. Az együttműködő egyesületek ugyanakkor pénteken újabb 18 bölényt hoztak a Szárkőhegységbe, melyeket előbb egy bekerített területen tartanak, majd ezeket is szabadon bocsátják. Az újabb bölények Svájc, Németország, Belgium és Franciaország 8 rezervátumából érkeztek. Az örményes község közelében tavaly telepített bölények előbb egy 15 hektáros bekerített területen alkalmazkodhattak az új környezetükhöz, aztán egy 160 hektáros területen kerültek félszabad állapotba. A Szárkői a valaha volt legjelentősebb kísérlet a bölények európai visszatelepítésére. Az emberi fogyasztásra szánt ételek harmada évente csaknem 1000 milliárd dollár értékű élelem kerül a hulladékba világszerte. Ennek csökkentése érdekében partnerségi megállapodást írt alá az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete és a Nagybani Piacok Világszövetsége. A megállapodás keretében olyan eljárásokat dolgoznak ki, amelyek növelik a városi piacok logisztikai hatékonyságát, valamint csökkentik és kezelik is a szektorban keletkező élelmiszer hulladékot. A vizsgált nagybani piacok közel 60%-a szerint a következő 5 évben az élelmiszer hulladék kezelése jelenti a legnagyobb kihívást. Ezek voltak gazdahíreink. Hamarosan Erős Józseffel, a Zetalaki Közbirtokosság ügyvezetőjével beszélgetünk. Addig Csiszer Anna énekel, Kísér a Hargita Népi Együttes egy 1973-ban készült hangfelvételről. Köszönöm!
Zetelakán is működik a közbirtokosság, az ügyvezetővel, Erős Józseffel beszélgetünk. Mekkora területen gazdálkodnak? A Zetelak közbirtokosság jelen pillanatban 8321 hektár erdőn, illetve 1864 hektár legelőn, gyepterületen gazdálkodik. Minden területet sikerült visszaigényelni? Nem sajnos, ez a folyamat még tart. Nagy része a területeknek megvan, tehát vissza sikerült szerezni, viszont közel 300 hektár erdőterület van olyan, amit nem sikerült visszaszerezzen a közbirtokosság. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy nem is lesz honnan visszaadni. Miért? Nem olyan egyszerű a válasz rá. Sokat változott. A 48 előtti állapotot most visszaállítani nem lehet. Az erdőhatárok is változtak. Viszont vannak egyéb tényezők is. Az adminisztratív határnak a módosulása miatt, valamint a 18-as törvénnyel kiszolgáltatott magán erdők miatt is fennáll ez a hiány. Az etelaki közbirtokossághoz tartozó területek milyen minőségűek? Tudnak-e profitot termelni ezeken a területeken? Hát igen, az erdős terület az mindenképpen profitáló, sőt mondhassuk a térség az erdőgazdálkodásból él. A fakitermelésből, fafeldolgozásból. Itt a terület jó része, ugye erdős terület, községszinten mondhatnám fele a területnek erdős terület. Ez generálja a profit nagy hányadát. A legelős területet illetően van Jócskán terület, ugye, mint elmondtam, 1800 hektáron fölül van, viszont hegyvidéki övezet lévén gyenge minőségű. Gyenge minőségű a gyep terület, nehéz a gazdálkodás. Nem hiába vannak azok a plusz támogatások, amivel próbálják kicsit serkenteni. Ugye mi is ráálltunk húsmarha tenyésztésre, ezt próbálnánk valamelyest, ha nem is profitáló, de legalább önköltségen működőképessé tenni. Ezen dolgozunk. Én úgy tudom, hogy szürke marha tenyésztéssel is foglalkoznak. Igen, igen. Szürke marha és limuzin, ez a francia típusú húsmarha. Megvan már, hogy hol fogják értékesíteni, vagy ez is folyamatos gond, hogy ugyan megtermelik az árut, de mindig gond az értékesítés. Hát igen, egyelőre nem tartunk ott az értékesítésnél, fiatal állományt vásároltunk, jelen pillanatban még az állomány szaporításán dolgozunk. Eladás valószínű, hogy nehéz lesz. Jelen pillanatban úgy érezzük, hogy a marhahúsnak nincs meg a piaca, nincs kialakulva egy hagyománya. A hús minősége sincs úgy kategorizálva, mint nyugati államokban, vagy akár az Egyesült Államok, Távol-Kelet, ahol magas ára van a minőségi marhahúsnak. Hogyha esetleg feldolgozóban gondolkodnak, hogy a húst itthon dolgozzák fel, és akkor készterméként értékesítsék, ez nem lenne egy jó megoldás, egy jó lehetőség? Ezen is gondolkoztunk, egy mikrovágóhíd létrehozásán. Itt egyértelmű az irányvonal, önmagunknak nem éri meg megcsinálni egy 2-300-as létszámú állománya gazdálkodónak külön vágóhidat, húsfeldolgozót fenntartani, működtetni nem gazdaságos, viszont itt a térség, ez a hegyalja térségnek biztos megérni. Ez irányba vannak tárgyalások a szomszédos közbirtokosságokkal, tulajdonosokkal, várnánk a lehetőséget mi is. Vagy egy jobb pályázati kiírást, vagy egyéb forrást, amivel meg tudnánk valósítani. Egyelőre még terv szinten van az egész, nincs konkrétum. Fából élnek a zetelakiak. Szempont-e az, amikor a fát eladják, hogy a helyi feldolgozókat részesítsék előnyben? Vagy itt is a piac diktál, aki többet ad, az kapja? Az első perctől a közbirtokosságnak egy kitéte volt az, hogy helyben értékesíteni a faanyagot, illetve hogy a helyi munkaerőt foglalkoztatni. Jelen pillanatban elmondhatom, hogy Zetelakán a fakitermelési munkálatokat is helyi cégek végzik, és a faeladás is kimondottan a helyi fafeldolgozó cégek számára van meghirdetve. Külső cégnek nem árusítunk fát. Itt az elv is az, hogy amíg piac van, felvásárló piac van Zetelakán a fára, addig külső cég fele nem. Versenytárgyalásra se hívjuk be, és nem is értékesítünk kifele faanyagot. A fát lopják-e az önök erdejéből, vagy itt nem lopnak, hanem Székelyföldön szereznek az emberek?
Igen. Mondhatnám, hogy itt a térség, magánerdészetünkön belül a területek szinte országos szinten lopások szempontjából a legvégén vagyunk. Nem igaz, hogy nincs lopás, közben megtörténik, elszórtan, de nem az a szervezett típusú, és az a volumenben olyan jelentős, hogy különösebb problémát okozna. Itt az utóbbi időben ez a kápolnási rész, vagy 17 falusinak nevezett térség, ami kicsit veszélyeztet, tehát ebb a lopások szempontjából odafigyelünk az erdészet is maximálisan. 24 órás őrzés van, megpróbáljuk. Ismert a kápolnási szentegyházi falopások helyzete, az a határrészünk veszélyeztetettebb. Így egyébként a községen belül nincs ilyen probléma. Legtöbb helyen a közbirtokosság az nagyon kiveszi a részét a közösség életminőségének a javításában. Itt Zetelakán sikerül-e támogatni a közösséget, bizonyos programokat, bizonyos elképzeléseket? Minden évben egyébként a költségvetésben is el van különítve erre alap. Legutóbb például a községnek tűzoltóautó vásárlásra nyújtott támogatást a közbirtokosság. A Tófalvi út aszfaltozásához, elmondhatom, 1200 tonna törtkövet biztosítottunk, de azon kívül a Római Katolikus Egyház, alapítványok, a Boros Fortunát Lice minden évben támogatást kap. Fúvós zenekar, sorolhatnám, odafigyelünk a közösség támogatására. Milyen jövő vár Zetelakára? Én pozitívan látom az irányokat. Itt, ha működni tud az a dolog, ami elindult, tehát ez az uniós támogatások, pályázati kiírások, lassan mi is felzárkózunk. Az erdőgazdálkodásról beszélve maximálisan tudjuk értékesíteni az erdőtermékeit, legyen az fa, erdei gyümölcs, gomba, vagy akár a legelőgazdálkodás, az állattenyésztést fel tudjuk fejleszteni egy uniós szintre, én akkor abszolút egy pozitív jövőt látok. Erős Józsefet, a Zetelaki Közbirtokosság ügyvezetőjét kérdeztük. A hagymatermesztéshez is szaktudásra van szükség, agrármérnöki szakinduló ősztől Sepsiszentgyörgyön. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal és Dobos Levente Szilveszterrel. Bálint Etelka énekelt, a következő percekben néhány június közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A későn június végétől érő fajtákat érdemes a szület előtt a legveszélyesebb károsítók, a veszőfoltosságok és a málna veszőszúnyog ellen még egyszer lepermetezni a málna esetében. A védekezésre kaptán feniltrotion hatóanyagú szerkombinációt használjunk, amellyel még 10 nappal a szüret előtt is permetezhetünk.
A szőlősben virágzást követően nedves csapadékos időben legfontosabb a peronoszpóra és a szürke rothadás, száraz meleg időben a liszharmat hegyvidéki szőlőkben esetleg még az Orbánc elleni védekezés. Végrehajtása különösen akkor sürgős, amikor az elsődleges fertőzések nyomait megtaláljuk a szőlőtőkéken. A kombinált védekezésre a szisztemikus készítményeket használjuk. Hegyvidéken az Orbánc miatt az olyan peronoszpóra elleni szerek közül válasszunk, amelyek egyik hatóanyaga a cinep vagy a mankocep, síkvidéken pedig a peronoszpóra a szürke rothadás ellen hatásos készítménnyel permetezzünk. Mindkét esetben tegyünk a permetlébe lisztharmat elleni felszívódó hatóanyagú készítményt, de ha száraz, meleg az időjárás, vagy ha az elsődleges fertőzések tünetei megjelentek, kontaktszerrel is kombináljuk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a tőkék belsejébe is behatoljon, és ott a leveleken kívül a fültrészeket is megfelelően befedje. Ismét helyezzük ki a tőkék közé az erjedő folyadékkal félig töltött befőttes üvegeket, illetve cseréljük a feromon csapdákat, mert várható a szőlőmolyok első nyári nemzedékének rajzása. A zöldségesben a paprikáknál a virágzás bogyókötés idején már kelnek a vetési bagolylepke hernyói, figyeljük növényeinket és szükség esetén a fiatal hernyók ellen védekezzünk. Kartap, cipermetrin hatóanyagú permetezőszert használhatunk ellenük. Ha egyúttal a levéltetvek kártételét is meg kell akadályoznunk, alfametrin hatóanyagú szert válasszunk. Meg kell ismételni a baktériumos levélfoltosság elleni védekezést, különösen a korokozó számára kedvező hűvös, csapadékos időjárás esetén. Most is a résztartalmú készítmények közül válasszunk, de az ezekre érzékeny fajtákat már a baktérium ölő kasugamicin hatóanyagú készítménnyel védjük. A terméskötődés bogyónövekedés idején meg kell kezdenünk a paradicsom szeptóriás levélfoltossága és az alternáriás levél és termésfoltossága elleni védekezést is a paradicsomnál. Célszerű, ha a védekezés megelőző jellegű, de ha az elsődleges fertőzések tüneteit észleljük, okvetlenül permeteznünk kell. A szeptória fertőzését a leveleken és a száron megjelenő fél centiméternél kisebb foltokról ismerhetjük fel, amelyek közepén apró, fekete szaporító szervek, a piknidiumok láthatók. Meleg, száraz, enyhén csapadékos időjárás esetén az alternáriás betegség, míg nedves csapadékos időben a szeptóriás levélfoltosság, illetve a nyár közepétől már a paradicsomvész fertőzésére, sőt járványszerű fellépésére is számíthatunk. A paradicsom további permetezését főleg a gombás betegségek és az időjárási tényezők alakulásának figyelembe vételével kell elvégezni. Átlagos fertőzési veszély esetén a kontakt gombaölőszerekkel 7-10 naponként, járványveszély esetén még sűrűbben, a felszívódó, illetve a kombinált hatású készítményekkel ritkábban 10-14 naponként szükséges permetezni. Ha az alternáriás és a szeptóriás betegség elleni védekezéssel egy időben a baktériumos varasodás ellen is védekezni kell, a résztartalmú kontakt készítmények vagy a kombinációik közül válasszunk, illetve a gombás betegségek elleni permetlével kombináljuk a kasugamicin hatóanyagú készítményt. Alternáriás fertőzéskor a mankocebet és kombinációit részesítsük előnyben. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A legjobb vízkőoldó a citromsav. Használt fogkefe és citromsav segítségével pillanatok alatt eltávolítható a vízkő a vízcsapról és a mosogatóról is. A gyümölcsleves sokkal finomabb lesz, ha tejfölben elkevert pudingporral habarjuk be. Kicsit savanykás, de mégis krémes, mintha tejszint is használtunk volna. Nem lesz csomósabb rántás, ha a lisztet a hideg zsíradékba keverjük el, és utána tesszük fel a tűzre. Ha a megtöltött paprika minden oldalát kevés olívaolajon megpirítjuk, és csak utána tesszük a paradicsomos mártásba, egyedi, nagyon finom ízt kap. Halfilézéskor, ha a halfarkát sóba mártott ujjakkal fogjuk meg, nem csúszik el.
Szabó Julianna vagyok, Madéfalvi. És arról híres, hogy a Hagymafesztiválon folyamatosan megnyeri a díjakat. Folyamatosan megnyeri, már kora tavasszal állításjogság, és szavaltott nyáron dolgozunk benne. Ez azt jelenti, hogy jó minőségű terméket készít. Én nem magból, hanem úgy veszem a palántot, úgy veszem a dukhagymát, és abból termelem. Én nem tudom a régi hagyományt, ezt a magot termelni. Mekkora területen termeszti a hagymát? Hát a tavaly 5 aron termeltem, most az idén körülbelül 2 csak. Miért? Nem keresik a hagymát? Nem keresik, nem. Nincsen értéke most már. Híres a madéfalvi hagyma. Miért híres ez a hagyma? Mitől másabb, mint egy kibédi mondjuk? Ott a Lajos másabb, ezelőtt itt termeltek. Vitték kocára, vitték brossóba, szekerekkel, diszkal cseréltek azt. De régebben megéltek belőle? Hát megéltek, nem volt ilyen bővilág. Nem volt ilyen bővilág, mint most, amilyen nagyra vagyunk. A fehér hagymát, vagy inkább a piros hagymát termesztik? Pirosat inkább, pirosat nagyon szeretik, és jó íze van. Meddig áll el a hagyma? Májusban van még, május, júniusban is van, úgyhogy még most is van, fehér és piros is. És van valami taktika, hogy hogyan kell tárolni, vagy mitől ilyen nincsen. Ellenálló? Nincsen semmi taktika a hagymán. És akkor a tavasszal elütessük, végül dolgozunk vele, aztán hagymafesztiválra készülünk. Piacra termesztenek-e? Vagy csak mindenki a saját szükségletre? Hát a tavaly a piacra is voltam, és nem tudtam eladni az egészet, az kórháznak adtam be. Az félvásárolta. A hagyma mellett gondolom, hogy még más is terem. Mekkora területen termeszt, mondjuk zöldséget, krumplit? Zöldséget, krumplit, körülbelül 70 áron pityókat, káposztát 5 áron, murkót, mindenféle zöldséget termelünk. Mit lehet ebből gépesíteni? Kapából, ahol gyomítózunk. Hát akkor van mit szórakozzon itt reggeliben, vagy késő délután? Van, hajnaltó, este későig, sötétig. Úgyhogy van, amit csinálni. Állatok vannak? Ló van, 50 csirkás, majóság, hús, disznók, minden van. Akkor bizonyára kaszáló is van? Van, kaszáló is, bőd is, minden van. Kaszálni géppel kaszálnak, vagy azt is kézzel? Kaszáló géppel kaszálunk, igen. Kicsi géppel, mert nincsen traktunk, még nem nyűgölődtünk ki annyira, megyünk traktunk. Az idén már lett széna? Tarmhely most le van kaszálva, az eső üt ide, hőisten meg se fél tudjuk takarni, jó volt ez az eső, ezt vártuk. Amikor nem kertészkedik, nem takar, akkor mivel foglalkozik? Nincs, hogy nem kertészkedik, későszik. Állandóan kell, hogy olyan nincsen, hétközben vasárnap, hátra kell menni, szét kell nézni, mi hogy nő, úgyhogy örvendezünk neki. És olyan van-e, hogy a szomszédasszonnyal össze tud ülni legalább egy fél órára, megbeszélni a teendőket? Van, keresünk arra időt, de arra kell keresünk magunknak időt. Kicsit ki kell kapcsolódni, még ide-oda elmegyünk, rendezvények rá arra. Távolabb is? Vagy csak itt, ami a kultúrotthonban van? Csak itt, nem megyünk távolabb. Sosem vágyott el Madéfalváról? Nem csábította a nagyvilág? Engem sosem. Én itt születtem, és ez itt is olok még. Gyermekeim is itt vannak. Egy leanyom, Rákoson van férhez egy Madéfalva. Van 3 unoka, örvendezünk neki. Az elmúlt 3,5 percben Szabó Julianna madéfalvi hagymatermesztő válaszolt kérdéseinkre. A folytatásban Bojtor Imre énekel. Egy hosszú lábú gólya lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Lelehajol a víz fenekére, békát keres magának ebédre. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, szépen kérlek, ne menj le a tóra. Oda járnak fürödni a lányok, gólya madár szégyen nem hoz rájuk. Oda járnak fürödni a lányok, gólya madár szégyen nem hoz rájuk. Oda jár a hosszú lábú én is, oda járok a babámmal én is. Addig fürödni a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya. Addig fürödtünk a tóba, míg házunkra is rászállott a gólya.
tóba, mi házunkra is rászállott a gólya. De addig-addig fürödtünk a tóba, mi házunkra is rászállott a gólya. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. A Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem ősztől agrármérnöki szakot indít Sepsiszentgyörgyön alapképzés formájában 30 fős beiskolázási számmal. Dr. Nyáradi Imre István adjunktust kérdezzük a részletekről. A Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetemnek már 2 évvel ezelőtt a fejlesztési stratégiában szerepelt új oktatási központok kialakítása, illetve hiánypótló új tanulmányi programok szakok indítása. Az első hullámban egy sepsiszentgyörgyi oktatási központot sikerült kialakítani, ahol kezdetben agrármérnöki szakot engedélyeztettünk. Az önkormányzat támogatásával az egykori Gálmán János mezőgazdasági középiskola ingatlanját újítottuk föl. A polgármesteri hivatal, az önkormányzat a külső javításokat, illetve az udvari részének a közművesítését vállalta fel, az egyetem teljes belső főjavítása, illetve a bútorozás meg a szükséges műszerezettség feladata terhelte. Leadódott az agrármérnöki szakra az akkreditációs iratcsomó, amiben az egyetem kérte a romániai felsőoktatás minőségért felelő hatóságot, hogy engedélyezze az agrármérnöki szak működését. Az iratcsomó leadása után egy 3-tagú bizottság, amely egy jászvárosi, egy bukaresti és egy temesvári agrártudományi egyetemekről érkező tagokból állt, miután fölülvizsgálták a leadott iratcsomót és megnézték a helyszínen a rendelkezésre álló infrastruktúrát, illetve a tanulmányi programnak a tantervét és az álláskeretét, jóvá hagyták a szak működését, vagyis az Alacsisz május 27-i határozatában jóvá hagyta a Szapiencia Egyetem keretén belül az agrármérnöki szak működési engedélyét. Ez azt jelenti, hogy 2015-2016-os tanévtől az egyetem Sepsiszentgyörgyön egy új szakot indít, az agrármérnöki szakot, kezdetben 30 fős beiskolázással. Ez a működési engedély, amit a hatóság megadott, ez mindaddig érvényes, ameddig az első 2 végzős évfolyam nem ballag, ezt követően lehet elkezdeni a végleges akkreditáció iratcsomóját, és valahol a 3. végzős évfolyam idején várható a végső engedélyeztetés. Mindenképpen ez az új szak megkapta a működési engedélyt, és egy akkreditált intézmény keretén belül, hiszen a Szapiencia Egyetem már 2012 óta intézményi akkreditálással rendelkezik, tehát egy akkreditált intézmény keretén belül fog működni. Ez a 30 hely ez fizetős vagy támogatott? Ez a 30 hely kezdetben 25 tandíjmentes és 5 tandíjas hely között oszlik meg. Teljesítmény függvényében 30-at fogunk fölvenni, és az első 25 diák már a leadott dossziéban szereplő érettség átlag alapján nem fog fizetni tandíjat. Az utolsó 5 hallgató költséghozzájárulásos, vagyis nem egy teljes tandíjat, hanem a tandíj egy részét kell kifizessék, és azt is fontos elmondanom, hogy az egyetem szabályzat alapján ezek a helyek minden tanulmányi év végén újra számolódnak. Meg lehet az, hogy most a felvételi alkalmával valaki tandíjmentes helyre került, és valaki költséghozzájárulásos helyre, viszont jó tanulmányi eredményeivel akár egy költséghozzájárulásos hallgató tandíjmentes helyre kerülhet a következő tanévben. A képzést az kivégzi, lesz külön erre tanári közösség, vagy a marosvásárhelyek fognak ingázni Sepsiszentgyőrre? Kezdetben mind az oktatási központ, mind a tanulmányi program a Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karhoz fog tartozni, illetve ennek a kompetens tanszékhez, a kertészmérnöki tanszékhez. Hosszú távú célunk az, hogy a már meglevő alapállású oktatói tantestület mellett lassan-lassan a helyszínen egy saját tantestületet hozzunk létre, hiszen azért mégis van egy 170 kilométeres távolság Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy között, és ez a mindennapi eléggé felhalmozott teendők mellett végezni hosszú távon valószínűleg nem fenntartható. Jelen pillanatban a képzés nagy részét, a tantestület 85%-át a Szapiencia alapállás oktatói végzik, vagy a Marosvásárhelyi karról, vagy a Csíkszerdai karról, vagy van olyan eset, amikor ezt a kolozsvári karról biztosítjuk. Emellett be van vonva a tantestületbe 7 magyarországi oktató, 5 a Gödöllői Agrártudományi Egyetemről és 2 a Nyíregyházi Főiskoláról.
Miért van szükség erre a szakra? Elsősorban az egyetem küldetésében hiánypótló szakok biztosítását vállalta fel az erdélyi magyar közösség számára. Nagyon jól tudjuk, hogy 1956-ban megszűnt a beiskolázás a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem jog elődje esetén, amelyet akkor gazdasági akadémiának neveztek, tehát megszűnt a beiskolázás. Gyakorlatilag 59-ben teljesen megszűnt, úgyhogy a harmadéves diákok át kellett iratkozzanak a román tagozata. Ezt követően agrárminőki képzés az országban, magyar nyelven, Romániában nem folyt. Kertészminőki képzés elkezdődött 93 a Nyálcárdában, 2002-ben a Szapiencia Egyetem keretén belül viszont agrármérnöki képzést eddig nem sikerült biztosítani. Most, több mint fél évszázados hiány után az egyetem, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem fölvállalta ezt a feladatot is, és mint hiánypótló szak elindította, mindent megtett azért, hogy ez az agrármérnöki képzés elinduljon, tehát megkezdődjön a beiskolázás, és elkezdődjön az agrár szakterületen a szántóföldi növényekhez szakosodott agrárértelmiségi szakemberek képzése. Amikor az első évfolyam elvégzi ezt a 4 évet, mesterizni tudnak-e, gondolkodnak már így előre? Igen, az egyetemnek a stratégiájában nem csak a vízszintes síkban történő fejlődés, hanem a függőleges síkban történő fejlődés is szem előtt van tartva. E tekintetben a mesteri képzések, amelyek már elkezdődtek 2 tanéve az egyetem keretén belül, akár a doktori iskola irányában is törekvések vannak. Na most a jelenlegi agrármérnöki képzés, ez egy 4 éves képzési időre van tervezve, hiszen a bolognai rendszernek vagyunk alárendelve, az alapszakot biztosítjuk, ezt követően már most a kertészmérnöki tanszéknek van egy növényorvos mesteri képzése, de ameddig az első agrármérnöki évfolyam végez, valószínű, hogy ezt a növényorvosi mesteri képzést kiegészítően más szakosodások, specializálódásra lesz lehetőség az egyetem keretén belül, mint magiszteri, tehát mesteri képzés, vagyis 2 éves tanulmányi program, ami előfeltételét képezi annak, hogy egy végzettünk majd doktori képzésben, PhD képzésben vegyen részt. A régi 5 éves képzésben, ahol mérnöki oklevelet kaptak a hallgatók, ott mesteri elvégzése nem jelentette egy feltételt a doktori tanulmányok elkezdéshez. A mostani rendszerben, ahol 3 lépcsőt különböztettünk meg, alapképzés, a licenszképzés, ami 4 éves az agrármérnöki, a mérnöki szakok esetében, a mesteri képzés, ami 2 éves, ez a második szint, és a 3. szint volna a doktori képzés. Erre az új agrármérnöki szakra meddig lehet jelentkezni? A felvételi az július 13 és 18 közötti időszakra tehető, már ez a felvételi, a beiratkozásra értem ezt. Jelen pillanatban erre a szakra is egy dosszié alapú vizsga van. Ezeket az összeállított iratcsomokat július 13 és 18 közötti időszakban lehet letenni, szombaton is, reggel 9 óra és délután 4 óra között. A mezőgazdasági szakirányokra vonatkozólag az iratokat mind Marosvásárhelyen, mind Sepsiszentgyörgyön fogadják el. Bevallom, hogy erre még nincs egy végleges döntés, itt Marosvásárhelyen biztos, de kérem az érdeklődőket, hogy figyeljék a kardnak a honlapját, ahol nagyon áttekintetően, napra készen pontos információk lesznek, és megvan annak a lehetőség is, hogy a Hargita Kovászna megyéből felvételizők nem kell föltétlen följöjjenek Marosvásárhelyre, hogyha mezőgazdasági szakirányt választanak, hanem hogyha közelebb esik Sepsiszentgyörgy, akkor ott el fogják venni az iratcsomóikat, de ez még nem teljesen egy véglegesített eljárás. Dr. Nyáradi Imre István agrármérnök, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa ismertette az ősszel induló agrármérnöki szaktudnivalóit. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazdaélet műsorunkat hallgatják. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlója. Ma a Cser kiadó színes ötletek sorozatát ismertetjük.
A Cserkiadó színes ötletek sorozatának szinte 100 kiadványa sok kreatív, kézműves technikát mutat be, gyakorlati tanácsokkal segít az elsajátításukban, inspirációt nyújt ezen a területen. A köteteket óvodáknak és iskoláknak is ajánljuk, hiszen a nyári táborok kedvelt kézműves programja lehet akár a gyöngyszövés, a batikolás, a nemezelés és a népi hangszerek készítése. Júniusban a kreatív kiadványokat 15%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg a Gutenberg könyvesboltokban. Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron utca 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol júniusban 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. Itt hívjuk fel figyelmüket a Gutenberg könyvesboltok júniusi könyvbarát kedvezményére. 10% kedvezménnyel kínálják a Holnap és Vivandra kiadók több mint 200 kötetét. A pontos idő 12 óra 51 perc, nyereményjátékunk következik. Egy hete azt kérdeztük önöktől, hogy hány alkalmazott készíti a gyergyószentmiklósi szilvás gombócot. A helyes válasz 18 alkalmazott. 17 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Akkor nézzük, kiknek kedvez ma a szerencse. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni, aki ezt megnyeri. Ő Gálik Zsuzsanna Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, nézzük, hogy ki olvashatja. A szerencsés Lengyel Izabella, szintén Marosvásárhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Pomogács Béla Függetlenség és Felelősség című könyvét ajánlotta fel, aki elviheti. Ő Réki Katalin Sepsiszentgyörgyről. A Kükölőkeményfalvi Joli meg szósz és mustárgyár viszont egy termékcsomagot ajánlott fel, aki elfogyaszthatja. Kádár Margit Parajdról. A nyerteseknek gratulálunk. Aki nyert, egy hónapig nem játszhat, akinek viszont nem kedvezett a szerencse, még próbálkozhat. Már is mondjuk az újabb feladványt. Válaszaikat június 22-éig várjuk e-mailben és levélben. Mai kérdésünk. Mekkora területen termeszt idén hagymát a madéfalvi Szabó Julianna? Megismételem a kérdést. Mekkora területen termeszt idén hagymát a madéfalvi Szabó Julianna? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a helyes válaszhoz elérhetőségeiket is mellékeljék. Pontos postacímet, telefonszámot, különben nem veszük figyelembe megfejtéseiket. Válaszaikat a következő címekre küldhetik. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Szávai Ibolya énekelt, 6 perc múlva 13 óra, kérem hallgassák meg piaci körképünket. Marosvásárhelyi piaci árak, itt a gazda életben. A
káposzta kilója 1 lej és 1 lej 50 bani, az új burgonyái 2 lej és 2 lej 50 bani, a fehér hagymái 2 lej és 3 lej, a vörös hagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója 7 és 8 lej, a zöldhagyma kötése pedig 1 lej. A paprika kilója 6 lej és 7 lej, a paradicsomé 5 lej 50 bani és 6 lej, az uborkái 3 lej és 4 lej, a padlizsáné 7 lej, a csípős paprika kilója 8 lej, a spenóté 7 lej és 8 lej, a gomba kilójáért viszont 10 lejt kérnek. A petrezselyem zöld, kapor és zeller zöld kötése 50 bani, a tárkony és csombort kötése 1 lej, az zeller darabja és a fehér retek kötése 1 lej és 1 lej 50 bani, a petrezselyem kilójáért viszont 3 és 4 lejt kell fizetni. A szemespasszú litere 7 lej és 8 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a karalábé darabjáért 2 és 3 lejt, a brokkoli kilója 6 lej és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 40 bani, egy fél saláta viszont 2 lej. Az alma kilója 1 lej 50 bani és 4 lej, a körtéjé 2 lej 50 bani és 5 lej, a cseresznyéjé 4 lej 50 bani és 6 lej, az eperé 3 lej 50 bani és 5 lej, a szőlő kilója 7 lej és 9 lej, a sajté és az ordáé 18 lej, a tej litere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Bárdosi Ildikó énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben hasznos információk mellett többek között Sebestyén Sándor csík-csík-csói állattenyésztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Bálint János, marosvásárhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tanársegédje lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszentmártonról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei torboszlóról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Obrasai cengoldalunk, kinyílott a piros rózsa. Jártam hozzád is angyalom, az csak a magas ég tudja. Jártam hozzád, de nem fogok járni. Tudom, édes kis angyalom, fog a gyönge szíved fájni. Abrasai cengoldalunk, elhervadt a piros. Fazakas István énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Toma Dorin, műszaki munkatársunk nevében is elköszönünk, Sármán Sibocskai János és Dobos Levente Szilveszter további szép napot kíván. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon a Gazda Élet címszó alatt újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Gázsa zenekarral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. A viszonthallásra!